Sziasztok! Ebben a videóban egy olyan fotóboxot szeretnék nektek bemutatni, amit tudtok használni a mindennapi munkátok során. Ez egy nagyon egyszerű, de nagyon ügyes kis fotóbox, hiszen akár a vendégkörmét, akár az elkészített tippjeiteket is gyönyörűen le tudjátok fotózni, legyen bármennyire világos, kint vagy sötét, este, reggel, délután készíted a körmöket, bármikor tudod használni ezt a fotóboxot. Szóval úgy képzeljétek el, hogy lehet szállítani is, hiszen egészen picire össze lehet csomagolni, majd a kinyitása és az összerakása is rendkívül egyszerű, csak ezen a néhány ponton kell összeilleszteni, illetve miután összeillesztettük, tudjuk a hátterét is módosítani, hogyha szeretnéd, akkor lehet akár fekete, akár piros, vagy kék, vagy bármilyen színű hátteret tudsz varázsolni ebbe a boxba, de hogyha vásárolsz valahol mondjuk egy vintage hátteret, vagy valami olyat, ami úgy gondolod, hogy majd az adott témához, amit megjelenítettél a körmön, pontosan illeszkedik, akkor azt is be tudod rögzíteni. Tehát minden szempontból kiváló ez a fotobox, azért is, mert sosincs benne árnyék. Hogyha megnézitek, miután áram alá helyeztük a fotoboxot, és elindítom a LED fénysort, akkor abszolút árnyékmentesen tudom a körmöket befotózni. És nem csak hogy árnyékmentesen, hanem tudom az erősségét és a szín hőmérsékletet is változtatni. Már is megmutatom nektek, hogy van meleg fény, van hideg fény, és van stúdiófény, a kettőnek a kombinációja. És hogyha tegyük fel, este van, és így még árnyék lenne a fotoboxban, akkor a gombok segítségével tudod egészen magasra állítani a fényt, vagy éppen ha nappali fényben fotózol, akkor egészen alacsonyra is le tudod venni a fényerősséget. Nagyon egyszerű a használata, mert oldalt, ha megnézitek, akkor ki van vágva ez a fotobox, tehát a vendég nagyon könnyen be tudja tenni a kezét, és árnyék nélkül akár szemből, innen föntről a kis lyukon keresztül, akár pedig frontálisan le tudod fotózni mindkét kezét, úgyhogy nem kell azzal foglalatoskodni, hogy mi van a háttérben, van-e árnyék, szépen felrakod rá a gyűrűket, vagy amit szeretnél kiegészítésképpen, mondjuk egy húsvéti körön fotózásnál beraksz valami apróságokat, ami a húsvéttal kapcsolatos, vagy bármilyen ünneppel, karácsonnyal, mellé raksz egy fenyőágat, gyönyörűen be lehet fotózni, akár a vendég kezét, egy kezet, két kezet, bármelyiket, vagy pedig a tippjeidet, ezt mutatom fentről, a pici nyíláson keresztül látszódnak a tippek. Itt ugye a tippeket akár egy palettára is fel lehet tenni, és abszolút árnyékmentesen tudod befotózni, és jó a közelről, és ezáltal olyan fotót tudsz készíteni, amit egyébként nagyon nehéz elérnünk. Mert ugye ez mindig probléma, hogy hol fotózzunk, milyen fényben fotózzunk, mindig különbözőek a fények, nem egyformák. Ezzel a fotóboxszal bármikor ugyanolyan minőségű fotót tudsz készíteni. Úgyhogy én azt ajánlom, hogy egy hasonlót szerezzetek be, és készítsetek fantasztikus fotókat, amivel el tudjátok adni a munkátokat. És legyen rengeteg vendégetek! Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!